A megalapozott gyanú szerint egy 26 éves férfi két szomszédos szolnoki családi ház ablakait kövekkel megdobálta, és a nyilázárók üvegei betörtek. Majd az utcában tovább haladt, és az egyik ház előtt parkoló nyitva hagyott gépkocsiból kivett 3000 forint készpénzt és egy tárcát a benne lévő okmányokkal, majd folytatta útját. Még mindig ugyanebben az utcában pár házzal arrébb egy újabb nyitott állapotú autóra talált, amiben az indító kulcs is benne volt, így abba beült, majd a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül elhajtott. A gépkocsival haladása során Szolnok belvárosában, a Tököli úton egy forgalmi ok miatt megálló személygépkocsi hátuljába ütközött és megállás nélkül továbbhajtott. Onnan pár utcányira a sofőr elvesztette uralmát a gépkocsi irányítása felett és egy fának ütközött. Az autóról leesett a rendszámtábla, de ez még mindig járóképes volt, így innen is elhajtott a férfi. Az ámokfutása Horog utcában ért véget, amikor egy balra ívelő útkanyarulatnál letért az úttestről, és az útmenti ingatlan kerítésének ütközött, majd az ott lévő fának csapódva megállt. Pakoltam ki a kocsiból, mert délután egy órakor menni szerettem volna egy helyre, és ahhoz szabadnak kellett volna hátul a csomagtartónak lenni. Összeszedtem valamennyi cuccot, amit bebírtam vinni, a slusszkulcsot kivettem a gyújtáskapcsolóból és bedobtam a kardánboxba lévő hamutálcába, mert az nincs használva és tiszta. Lezártam, de az autót sajnos nem, mert ugye a kulcs meg bent maradt. Bementem, dolgom lett oda bent, nem mentem ki azonnal. Legközelebb, mikor kimentem volna, már ott voltak a rendőrségtől, hogy az enyémé az az autó, mert végig törték vele itt a félszolnokot. Kocsiba én szerintem totál káros lett, ugyanis a bal első kerék szinte rajta van a doblemezen, ami annyit jelent, hogy az egész eleje elment, és hogyha így hosszába végignézek az autón, látom, hogy még a tető is enyhén ilyen kifli alakot mutat. Tehát az alváz az, hogy mivel hogy önhordó, így az egész váz el van csavarodva. Az egész eleje teljesen szét van menve, tehát ott a hűtőfolyadék, meg olajfolyadék, ezek biztos, hogy kimentek. Különösebben nem tudtam jobban megnézni, mert megkért a rendőrségre, hogy ne menjek közel, mert helyszínelnek. De ezt így messzebbről is lehetett látni, hogy ez az autó sajnos használhatatlan. Pedig most volt márciusban műszakin, durván 500 000 forintot költöttem rá, úgyhogy azt én ellengedhetem az ablakon. A sofőr, miután az ingatlant tulajdonosa tájékoztatta, hogy értesítette a rendőrséget, az összetört járóképtelen autót hátrahagyva elszaladt a helyszínről. Egy szolnoki családi ház kerítésének nekiütközött egy személygépkocsi, majd a ház előtti fának csapódott. A balesetet követően a gépjárműből kiszállt a sofőr és elhagyta a helyszínt. A helyszínre kérkező kollégáim megállapították, hogy a sofőr a gépjárművet egy másik szolnoki családi ház elől vitte el a tulajdonos tudta és engedélye nélkül, majd további két balesetet okozott a gépjárművel, amelyek helyszínéről elhajtott, mire a harmadik baleset helyszínéről már nem tudott tovább hajtani. A történésekről külön-külön bejelentés érkezett a rendőrségre. A szolnoki rendőrök a rendelkezésre álló kamerafelvétel és a szemtanúk elmondása alapján megállapították, hogy az események ugyanazon férfihez köthetők, és rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. A kapitányság munkatársai azonnal megkezdték a jogsértő felkutatását, és még aznap a délután folyamán egy szolnoki ingatlanban elfogták. A gyanúsítottként kihallgatott férfi elismerte a cselekmények elkövetését, valamint az általa elmondottak alapján felmerült a gyanúja annak, hogy bódult állapotban közlekedett a gépjárművel. A rendőrök megállapították továbbá, hogy a terhelt vezetői engedéllyel nem rendelkezik, és eltiltás hatálya alatt közlekedett a gépkocsival. A balesetek során más személy nem sérült meg a jogsértőn kívül, neki könnyű sérülése keletkezett. A nyomozók a férfit őrizetbe vették. A szolnoki rendőrkapitányság két rendbeli rongálásvédség, garázdaságvédség, jármű önkényes elvétele büntett, járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség, lopásvédség miatt folytat eljárást, valamint eljárást kezdeményezett, járművezetés bódult állapotban bűncselekmény és a közúti balesetek kapcsán szabálysértés elkövetése miatt.